Nagyon sok szeretettel köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm itt a stúdióban dr. Juhász Lászlót, a V8 Uszoda ügyvezető igazgatóját. Üdvözlöm itt a stúdióban. Én is üdvözlöm Önt is, és természetesen a TV nézőket is, és Szentendre lakosait, akik potenciális uszoga látogatók, és szívesen látjuk őket az uszodába. <laughs> Kedves László, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a beszélgetésre. Első kérdésem, hogy ugye lassan véget ér a nyári szünet. Milyen volt az idei nyári szezon a V8 -a életében? A, az idei nyári szezon az egy érdekesen alakult, ugye, két dolog miatt, mert nyára, a nyarat még se tudtuk elkezdeni, csak júliusban tulajdonképpen, mert májusban volt egy, egy ilyen covid Enyhítés a látogatottságban, de igazából július elejétől engedte a kormány, hogy védettség nélkül, és már gyerekek is bejöttek az uszodába. Tehát nagyon nehezen indult a nyári szezon. Ez volt az első nyári szezon, iskola szüneti szezonunk tulajdonképpen, ahol megreformáltuk a nyitvatartási időnket, tekintettel arra, hogy a a sportolók ugye reggel 6ra jönnek úszni hozzánk általában, mert 8 akkor iskolába kell menni. Úgyhogy a Szentendrei sport mind a kilenc tagja, de a versenyzője, ugye reggel 6ra jön, és akkor nyolcig 8 8 úsznak, utána mennek a iskolába. De mivel nyáron nincs iskola, ezért megreszkíroztuk, hogy nem hatkor nyitunk, hanem nyolckor nyitunk. És nem este kilenckor zárunk, hanem kicsit korábban, mint legtöbb strand és városi úszoda, este hétkor zártunk. Ebből a rövidített nyitva tartással, ugye munkaerőt, ledolgozott időt és bórabért béreket spóroltunk meg, tehát költséghatékonyság okán indult. Ez nem érintett sok embert végső soron, mert előtte volt egy gazdasági elemzésünk, hogy az versenyzők, kilenc versenyzőn kívül a reggeli úszók száma az naponta három-négy fő volt. Ez a mai nap is megnéztem, mert most már hattól vagyunk ma nyitva, ma is pont ez a négy ember volt ott reggel hatkor, de jöttek ők rendesen nyáron is, csak nyolc órától jöttek. Úgyhogy ezen most túl vagyunk, és az aránylag jól sikerült. Lekopoghatjuk azt is, hogy a június, tehát Januári-július időszakban, de mind a nyári hónapokban is lekopogjuk nagyon halkan természetesen itt az önkormányzati sporttámogatás, amit amúgy is kap, amúgy is kap. hát szóval az uszodának azért nyújtanak, azt is figyelembe véve az első hat hónapban göngyölítve is, meg egyéni hónapokban is eredményes volt az uszoda, tehát nem... A, tavaly ilyenkor 118 millió volt a vesztesség, most 8 millió plusz vesz az eredmény. Tehát értünk el valami eredményt a költséghatékonysággal, gazdálkodással, illetve ebben az nyitvatartás változással. Tehát akkor is sikerült szinten tartani, úgymond azt, amit most a Covid elvet, de mégis, mégis sikeres lett. Ahogy említette, hogy akkor ma már 6 órától voltak ott úszók az úszadában, visszatért már akkor ez a tanévkezdési, ez az őszinnyitva tartási szezon? Elmél nálunk visszatért, de az iskolák ugye szerdán kezdenek a tanévet, a szeptember esélye szerdán lesz, illetve ami minket a legjobban érint, az a... Most már a jövő héttől, az is csak a jövő héttől lesz, hogy a nálunk lévő egyesületek, ugye alapvetően a Szentendrei lakosok gyermekeinek az úszás oktatását próbálják fölkarolni, megszervezni az iskolai úszás kívül. De a valós iskolai úszás oktatásnak nevezzük a tornaórák, amiket a törvény előír amit a tanker, a váci tanker szervez, illetve szponzorál, engyenlít ki pénzügyileg, azok szeptember 20-án kezdődnek. Vannak iskolák Szentendrén is, akik nem tartoznak bele az iskolai úszásoktatási rendszerbe, mert magániskolák, egyházi iskolák, velük külön kötünk szerződést. Már kaptunk 11 iskolát a tankertől, van 4-6 6 hét olyan iskola, ami nem tankeres, és még egy fordulót kiírt a Váci tanker további iskolákkal, ahol szintén pályázunk. Tehát az igazi iskolai úszás oktatás az 20. a magasságába indul el, illetve a magániskolák már 5. héten, tehát a tanév nyitás utáni első hétfőn jönnek. És az egyesületi Gyerekúszás oktatás is a tanévnyitás utáni első héten, ami minden jel szerint szeptember 5 vagy 6-a hétfő, akkor kezdődik. És milyen más egyesületek vannak még ugye az iskolai egyesületeken kívül most a V8-ban? Az egyesületekről akkor úgy kell beszélnünk, hogy ott azt az egységes kritériumrendszert is szóba kell hozni. Ugye azt látni kell, és azt tudni kell, hogy évtizedek alatt, évtizedek, hát egy évtizede van nyitva az utcodat, tehát az elmúlt évtizedben alakult ki az a konfliktus helyzet, és az a együtt nem meg nem értés, együtt nem dolgozás hiánya, ami rendszeresen a verse, az a egyesületek vezetőit, az okta, oktatókat ilyen vitákba és konfliktusokba keverte, oly mértékben, hogy 2020. szeptember elején már az önkormányzatnak kellett beavatkozni a Jóléti Bizottságnak, illetve a polgármesternek ülést összehozni, ahol meghívták az egyesületek vezetőit, meg a hangadókat, meg a az odúszodal látogatók közül az, aki úgy gondolt, hogy itt most neki beszélni kell, azokat meghívták, és akkor volt két beszélgetés is volt, ami arra irányult, hogy létre kellene hozni egy egységes kritériumrendszert a sport célú vízfelület bérlését szabályozandó szabályokra, vagy, vagy kidolgozásra. És ugye ennek a határidejét akkor szeptember, októberbe január, nem, december, novemberbe, novemberre határozták meg, de mondom, egy elég éles konfliktus helyzet volt ez akkor, és november elejére határozták meg, de ez nem sikerült, mert közben az egyesületek Viták voltak, és akkor az ügyvezető, a korábbi ügyvezető ennek örömére azt mondta, hogy ő akkor inkább elmegy, de ezt a vitát, ő nem tudja, tehát nem tud, tehát nehéz volt és az új ügyvezetői állást, hogy én december elején kezdtem el dolgozni, és az első papír, amit a kezembe adtak, az egy megbízás volt, a, a munkaszerződésem egyik pontja, hogy január 15-ig dolgozzam ki a tíz éve fennálló konfliktus helyzet rendezését, azaz az egységes kritériumrendszert. És akkor az uszodánál, tehát ezen a megbeszélésen is, meg akkor az uszodával hét egyesületnek volt szerződése, tehát amiből neveket nem akarok nagyon mondani, de már a kópi, is itt volt, ugye őket meghatározó Dunakanyari Egyesület, bár leányfalúi alappal rendelkeznek, de a mi úszodánkban is nagy volument kötnek le, a környék több úszodájában is van oszásoktatásuk, már tavaly szeptemberben itt volt az Iron Swim Egyesület is, ugye ez a Hosszú Katinka Egyesülete is itt volt, és a mi kis saját kis egyesületeink, azért azt, azt azért lássuk be, de ez nagyon fontos dolog megmondani, hogy a mi kis egyesületeink közül, az összesen vannak most heten, akikkel leszerződtünk. Ebből a kettő-három, ami olyan, hát, meghatározó egyesület, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy hogy sport Egyesülethez hasonlító valamik. Ugye ebből a kettő már meg is neveztünk az Iron-t, meg a Kópét. Megnevezhetjük szerintem a Szentendrei Egészséges Fiatalok Egyesületét. Van két szinkronúszó egyesületünk, és a, az már öt, és van két-három olyan egyesületünk, akik még az úszó szövetségnek se tagjai. Tehát ilyen, hát ilyen egyesület azért, mert, mert egyesület ...nek vannak bejegyezve, és ők is a szentok, ők is gyerekeket tanít, tanítgatnak úszni itt a miuszodánkba. És ezzel a hét egyesülettel ö, tavaly, tehát január közepére sikerült a az egységes kritériumrendszer alapjait kidolgozni, Márciusra elfogadta a képviselőtestület, az önkormányzat, a jóléti bizottság, és március közepétől kezdtünk el az egyesületekkel szerződést aláírni, de hát a Covid miatt nem tudtunk beindulni, tehát csak ez egy elméleti lehetőségként jelent meg, és most szeptember elején lép életbe a szerződés, mert ugye ez az új szerződés, meg az, az új egységes rendszer ez a tanévre épít. Tehát szeptembertől szeptemberig tart, pont azért, mert a tanév is úgy tart. Ennek az a lényege, hogy az első fél évre van ez a, vannak az egyesületek, és az egyesületeket rangsoroltuk. Egy, a, a, a V8 honlapján elérhető akár a szerződések, meg a rangsorok is, meg a, az egyéb feltételek, hogy kiléphet be hozzánk. Ezek az egyesületeknek volt velünk szerződése, Velük kidolgoztuk az új szerződéstípust, és most szeptembertől már leültünk. Előre fél évre meg kell határozniuk a sávigényt, nagyságrendileg. A másik dolog az, hogy szeptembertől pedig havonta konkrétan le kell kötni a sávot, sőt, ugye mivel a PTK is azt mondja, hogy a bérleményeket előre kell kifizetni a legtöbb helyen, hát nálunk is. Most már, tehát magyarul nem, tud, nem lesznek pénzügyi, likviditási problémái, lesznek, de nem az, nem az egyesületek miatt, mert a sávbérleteket előre ki kell fizetni. Ugye régen ebből is probléma volt, hogy nem fizettek, késve fizettek. Tehát úgy tekintették a V8-at, mint egy folyószámla vezető bankot, hogy használták a pénzüket, azt ha kaptak valahonnan pénzt, akkor, akkor kifizették. De ők közben a szülőktől már beszették a pénzt az úszás oktatásra, csak hát jobban az én számlámon fialtatni, mint a V8-én, nem fizett, nem, tehát késve fizették ki. Tehát ez is meg fog szűnni. Ugye állandó probléma volt, hogy kibérelt valaki egy sávot, akkor jött egy másik, hogy engedj be, ha csináljam én is, és ugye ezt is megszüntettük, és azt mondtuk, hogy úszás oktatást csak egyéni vállalkozói engedéllyel, vagy társas vállalkozási, tevékenység elvégzésére jogosító személy birtokában lehet végezni, és csak bérelt sávon. Tehát a lakosság részére fenntartott 4-es, 5-ös sáv, az reggel 6-tól délután 3-ig, és délután 5-től este 9-ig a lakosság részére áll. Ott senki nem oktathat úszás oktatást, csak külön bérelt sávon. És itt a vita tulajdonképpen erről szól, hogy 5-től 7-ig van egy ilyen csúcsidőszak, mert ugye a gyerekek 5-ig iskolába vannak. 7 től akkor minden szülő szereti már, hogyha a gyerek azért ugye 7-ig tart az edzést, mire hazaér fél 8, azért vacsora, meg iskola, meg házi feladat, meg holnap is van húszás, tehát hogy a családba készülődjön a lefekvéshez. És ezért ez az két órás sáv mindenki ekkor akar edzeni. Na de annyi, sáv, meg, annyi medence meg nincs az uszodába, és ezért besoroltuk az egyesületeket 20, szempont, 20 szempont szerint, pontos, a súlyozott ponttal, tehát mínusz 20-tól plusz 20-ig, 5-10-20 pontokkal, hogy egy rangsort állítottunk össze, és aki a rangsorban az első, begyűjtöttük a sávigényeket, és pont a hét, múlt hét elején volt, igen, a múlt hét elején, Leültünk az egyesületekkel, mind a hét egyesület ott volt, és átbeszéltük, kivetítettük nekik, hogy a beérkezett sávigények a rendelkezésre álló sávok alapján ezt tudjuk körülbelül nyújtani, és akkor hát jó ott a helyszínen volt, hogy a csütörtök 5 órát cseréljük el a szerda 6-ra, tehát egy kis ilyen cseremere volt nekik. De tulajdonképpen hat egyesületből, illetve hét egyesületből hat azonnal elfogadta, és azt mondta, hogy rendben van. Egy egyesület, akinek a legkevesebb pontja van, és ezáltal leghátúra került, de még így is nagy előnyben van, mert ugye a szerződés szerint minimum két órát hetente köteles az úszoda biztosítani a leggyengébb egyesületnek is. Tehát, de ő is kapott azért, a 9 órát, csak hogy, hát, hogy hétfőre nincs órám, meg 5 órára nincs órám, hát nincs. Ahhoz, hogy legyen, ahhoz olyan szintre kell föltornászni az Egyesületet, hogy, hogy respektje legyen, és akkor ő is kap. És akkor ez, a, ez az egységes rendszer most elindul, és ez nagyon sok ö, problémát így, úgymond megold, ami az Uszodába konfliktusba keveredett a különös tekintettel mondom az Egyesületek sáv harcára. Most szebruári mindenki tudja, hogy há, melyik, melyik sáv, hány órától az övé. És mik voltak... ez nagy siker. <laughs> és mik voltak azok a szempontok, ami alapján az egyesületeket felosztották a, a különböző A kritériumrendszernek az a 20, 20 pontja, azt már az első szeptemberi jóléti bizottsági ülésen leírták, tehát ahhoz ami az új vezetés nem sokat tett hozzá, tehát mondok példát, ugye 20 pontot ér, ha az, egy, az egyesület Szentendrei székhelyen rendelkezik, ha szentendrei diákokat oktat alapvetően, tehát egy, ezek az egyesületek, hát persze, hogy szentendrei diákokat, vagy szentendrei, vagy szentendrei járási diákokat oktat, tehát azért bajáról kevesen járnak hozzánk fel úszóedzésre, azt látni kell, de még békás meyerről se nagyon jönnek ki. Pomáz, meg Szent László, tehát azért a környék településeiből vannak, alapvetően szentendrei gyerekeknek az úszás oktatása jelent nagy előnyt, Természetesen az, hogy az Úszó Szövetségnek tagja vagy nem tagja, az is, hogy a bevallása szerint, de azt mi azt, azt, azt most fogjuk látni, hogy hány gyerek van, mert a belépőket, meg az rendszert úgy állítottuk a statisztikai rendszert föl, hogy kristály tisztán látjuk, hogy melyik egyesület, hány pályát bérel, és egy-egy pályán egy-egy alkalommal hány gyerekkel dolgozik, és ezáltal fél évkor tudunk egy raksort mondani, hogy hány gyereket hozott be az uszodába úszni, tanulni, ami majdnem mindegyik szentendrei. Az is egy szempont volt, és magas pontot ért el, ha bizonyítani tudta, hogy az általa oktatott személyek, versenyzők, utánpótlás vagy bármilyen típusú versenyzők valahol valamit elértek. Tehát országos bajnokság, helyi bajnokság, korosztályos versenyeken indulnak, és ez, tehát ha csak indul a versenyem, az is pontot jelent, hát ha nyer, akkor az már, hú, akkor már két pontot jelent. És negatív pontokban jelent az meg, hogyha késett az eddig is késett, amióta én vagyok, tehát, a, a, tehát tiszta lappal indultak. Tehát az, nem, az, az nincs, hogy most tavaly nem fizettek ki a számlát, időben hát lehet. Ez amióta én vagyok, tehát... De időben nem fizettek ki a számlát, az mínusz 20 ponttal indult. És azért, ez, ez, ez miért? Hát száll, tehát a, a, a fegyelem és a rendnek a megtanítása, hogy a gyerekeket hogy kezelik, tehát bizonyos ilyen dolgok, ezek a szempontok alapján lettek besorulva. És egy sávfelosztás szempontjából ez érinti akár a magánszemélyeket, ugye említett, hogy a 4 ötös 5-ös pálya. pálya lesz a, a magánszemélyeké, de bármi más változás az de. Az, de. az ő életükben. Nem magánszemély, lakossági. I Iberi Tehát a lakossági a személy. Úszás, úszásra van fenntartva, hát persze, hogy magánszemély, de természetes jogi személy, de lakossági úszásra van fenntartva a 4 ötös 5-ös pályán reggel 6-tól este 9-ig, kivéve ezt a két órás időtartamot, amikor, a vízilabdázók foglalják el az uszodát, azt nem sikerült elintézni, hogy az a két óra is megmaradjon, az a két sáv, mert én elfogadom, mert látom az edzéseket, tehát akkor ott 30-40 gyerek, gyerek, fiatal, 10 éves fiatal emberkék ott benn vannak a vedencébe, na most ez egyik se ilyen is anorexiás, tehát azért mindenkinek van a fizikai felépítése helyek közel, de együtt vannak a hat évesekkel is, és dobálják a labdát, és akkor ugye az volt a probléma gyökere, hogy ha bárhol, akár a medence végébe, akár az egyik sávon az oldalba rángedjük a lakosságot, akkor fennáll a baleset veszély, hogy egy mellé repült az egyik labda, az nem, tehát az, a, az egyik egyesületi vezetőnk, aki ö, olimpiai bajnok, világbajnok, Kapus volt szegény, annak is a keze el van kacskásodva, a kis súly eltört neki. Na most, hogyha egy ilyen eltalál egy lakost, akkor azért ki a felelősség az Egyesületi, az uszodai, az önkormányzaté? És azt mondtuk, hogy inkább erre a két órára nem engedünk be lakosságot, de fő a biztonság. Így van. És beszéljünk egy kicsit a tervekről, mik várhatóak még, milyen változások a v 820 életében. Most van, pont a szeptember 16-án lesz a testületülések testületi ülések napja, és elég a, előtt, ott a testület előtt van, de már, hogy mondjam, előzetes tárgyalások, megbeszélések, egyeztetéseken túl van felügyelőbizottság, megtekintette, jó? Hát, jó. Tehát végigmentünk már a, a lépcsőn odáig, hogy most már csak az egyes a, a testületnek kell jóvá hagyni. A szeptembertől nem tudunk, nem is akarunk, akarunk, de nem tudunk árakat emelni, mert ugye a kormány megtiltotta, hogy az önkormányzati tulajdonú úszodákba áremelés történjen december 31-ig. Tehát ez magánuszodák meg, megemelhetik, meg a KFT úszodák megemelhetik, de állami úszodák is, csak a magán a önkormányzati úszodák nem emelhetnek árakat. De ebben az időszakban szeptemberben Azért csinálunk egy lépést, azt hogy az összes olyan alacsony keresletű jegyeket, amelyekből naponta egy vagy évente három fogy el, azokat kivesszük az árlistáról. A nagyon fontos stratégiai döntés az az USZODA vezetés és az önkormányzati bizottság által is támogatva, hogy próbáljuk az USZODA költségeit... Ugye nem a 30 ezer szentendrei lakosra ráterhelni, tehát egy részét, egy harmadát fizeti a 30 ezer szentendrei lakos az adóján keresztül és a sporttámogatáson keresztül eljut hozzánk bevételként. De azt szeretnénk elérni, hogy aki ténylegesen használja egy harmadát az egyesületek fizetik a költségeknek, és egy harmadát pedig szeretnénk, ha a lakosság fizetne. Fizetnék ki, a aki használja az uszodát. És ezáltal az 50%-nál nagyobb kedvezményű jegyeket megszüntetjük. Tehát az ilyen 75-80, vagy azt mindenki nagyon szeretné, hogy 9, sok, és sok ilyen jegyünk van, ami 90%-os kedvezmény, meg 70%-os kedvezmény, meg 66% kedvezménnyel működik, de ez veszteséget termel az uszodának. Tehát a költségviselésnek az elosztását szeretnénk egy kicsikét átláthatóan, kimutathatóan, üvegzseb jelleggel de rendbe tenni, és nem azt mondjuk, hogy egy 1600 forintos átlagos jegy, mert most annyi az felnőtt belépő, mondjuk hétvégén 1008, de, azt, de 1650 hétköznap, és akkor van, aki 400 forintért jön be, van, aki meg 1650 ér. Kicsit, tehát a használatot szeretnénk. 50 fölötti kedvezmény nincsen, tehát azt megszüntetjük azokat a jegyeket. Két új jegyet hozzunk be viszont, két új lehetőséget adunk Szentendreváros lakói részére. Az reggel 6-tól 8-ig van mind a kettő. Az egyik az 1000 forintos nyitó úszójegy, ami azt jelenti, hogy 6-8-ig lehet vele bejönni, 1000 forintba kerül, teljesen hogy hogy nyugdíjas gyerek vagy felnőtt, és ezt a két órát úszással töltheti. A másik ugyanebben az időszakban, de az már 1300 forintba kerül, viszont azzal a jeggyel tudja használni a fin szaunánkat, tehát van ott egy 6-8 személyes kis szaunna, azt reggel 6-8-ig bekapcsoljuk nekik. És most szeptembertől visszaálltunk, a reggel 6-tól való nyitásra, ami este 9-ig van nyitva az Uszola, és amikor azt mondom, hogy 9-ig van nyitva, vagy bármilyen nyitvatartást mondok, az a medence térnyitvatartása. Tehát nem úgy dolgozzunk, mint a legtöbb buszoda, hogy hatig vagyunk nyitva, de 5-kor már nem engedünk be senkit, fél 6-kor a vendégeket, hanem ha mi 8-ig vagyunk nyitva, akkor az 8 a medencébe. Lehet tartózkodni. Jó, 8 óra 2 perckor már mérges az úszómester, de, de engedi az embereket, hogy 8-ig ússzanak. Tehát reggel 6-tól este 9-ig vagyunk nyitva a hétköznap, szombaton reggel 8-tól vagyunk nyitva este 9-ig, és vasárnap pedig reggel 8-tól este 7-ig. Tehát a vasárnap az a iskola szüneti nyitvatartási időszakot követi. Természetesen, amikor szombaton este kilenc helyet van, mikor éjfélkor zárunk, de csak a wellness részleget, mert a ilyen sauna programokat szoktunk csinálni, és azok azért 10-11-ig elhúzódnak, tehát az hosszabb mitvatartási idő, de csak a wellness részleg. A wellness részleg az mindig kettőkor nyit minden nap, kivéve szombat-vasárnap, amikor reggel 10 és a wellness részlegbe Gyerekek hétköznap nem látogatják a wellness részleget, viszont szombat, vasárnap reggel 10-től délután 4-ig, tehát 10-től 16-ig családok, gyerekek is használhatják a wellness részleget. Hát ezek a legfontosabbak. Utána ugyanebben az előterjesztésben benne van a jövő februári rendezés. azt azért látni kell, hogy ez most van 2021, hogy 2017 7 óta, öt éve itt nem volt áremelés. Hm. És az öt éve azért volt infláció, most nem beszélek én a lakossági inflációról, nekem elég az az infláció, ami a vegyszerekre vonatkozik, a karbantartóanyagokra, a karbantartásoknak a munkadíja, stb. Tehát ezt az öt éves el ö, nem megemelt jegyeket azért részben be kell hozni. Ö, februártól megszüntetjük a, hétköz, a Hétköznap és a hétvégi jegyár különbséget, mert most drágább a hétvége, mint a hétköznap. És azt szeretnénk, hogy ez egy, egy áron menjen a kettő. Ez azt jelenti, hogy aki hétköznap jött, az egy picit többet fizet. Aki meg hétvégén jött, az egy kicsit kevesebbet fizet, de egységes árral fogunk indulni a, a, a jegyekkel és most ugye február említette, de esetleg a közeljövőben lesz -e még bármilyen változás, vagy akár program a V8-ban, versenyeket tekintve? Kérem szépen, lesz, de van egy, még, még mielőtt, igen, verseny, mielőtt még rátérnék a nagy versenyekre, a tavasz, most ősszel tartottunk egy Szauna Világbajnokságot. És a Szauna Világbajnokság okán a tető a, tet, a tetőn, a tetőn, rembetett, rembetettük, hát jó, rembetettük, és a bizonyos helyekről szereztünk nyugágyakat, meg virágokat, meg ehhez hasonló dolgokat, és fényképünk van róla, nagyon jól sikerült. Tehát nagyon szép lett. Jövő nyára szeretnénk nyugágyakkal, zuhanyzóval, virágokkal, és meg egy ilyen, hát még most azt nem tudom megmondani, hogy 68 fős, de dobogóra tett jacuzzival, ahonnan lálátni a városra. Tehát egy ilyen napozó teraszt nyitni, ami a wellness belépő egy kiegészítő jegye lesz, de ez is ilyen pont olyan, mint a sauna programjaink, hogy nem engedünk, vagy nem engedek többi jegyet eladni, mint amennyi a kapacitás. Tehát hiába mondja az, NNK, hogy mit, mit tudom én, 27 fő a medencetér kapacitása, nálunk 50 fő például a szauna kapacitása. Nem engedem, hogy 45 főnél több jöjjön, mert ha zsúfoltság van, az elveszi a kedvét. Tehát ott is lesz fönt 30-40 nyugágy, és ott, de 30-40 embernél többet nem, több jegyet nem adunk el, hogy mindenkinek jusson nyugágy, és ne az legyen, hogy most hogy megvettem a kiegészítőt, az nyugágy se jut nekem. A, ez a, a jövő nyárra lesz ebből valami, az egyesülteket már megkértem, hogy csináljanak gyönyörű szép nyugágy, vegyenek nyugágyat és fessék rá, vagy szitanyomással nyomják rá az egyesület címerét, telefonszámot, tudom én, tehát ilyen kis szponzorációban Igen. vagyunk. A, ennél sokkal közelebb van egy nagyon komoly megmozdulás, jel, megmozdulás az 18-án lesz esedékes szeptemberben, hát most 18 nap múlva, 20 nap múlva, Ö, a, ugye szeptember 16-a magassága van a prostata világnap. Szeptember 20-án, 24-én van a szív világnapja. És eme kettő egészségügyhöz kapcsolódó világnap alapján a városi egészség, egészséges városi az EVA alapítvány, az önkormányzat és a V8 összefogott, és meghirdet, már pakát készen van, de még nem jöttünk ki a, 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 a kommunikációval, meghirdetjük a városrészek versenyét. Ugye Szentendrén van kilenc városrész, nem tudom mennyi van, de mi annyi, annyit jegyeztünk annyit össze, írtunk össze, és a városrészek, ez a férfiak esetében, ugye ott a prostata miatt van, ott 45-50, 55 és 55 fölött három korosztály. Három korosztályba csapatversenyek lesznek. Tehát egy-egy városrész több csapatot is indíthat, de három fős csapat kell, mert olyan csapat kell, akiből az egyik tud háton úszni, egy vegyes váltó hívják mm -hmm. ezt a sportba. Egyik tud háton úszni, a másik mellén, a harmadik meg gyorsan úszni, vagy gyorsba úszni, és akkor váltóba úsznak oda-vissza 30-66 métert, és akkor az utolsó, az utolsó, attól hogy sok, jelentkező van, akkor akár az utolsó kettő-három is, az kiesik. És akkor szusszanatni idő, akkor lesz ilyen szinkronuszó bemutató, be egy kis levegővétel, és akkor a hölgyeknek pedig, ott nincs korosztály, ugye, hát a hölgyeknek kinézi akkor senki, akkor ott náluk nincs korosztály, náluk csak az van, hogy hát, meg gyorsúszásban lehet egyénileg jelentkezni, szintén ez a 33 oda vissza 66 métert leúszni, szintén az utolsók kiesnek mindig, és így a hölgyeknél lesz. Korosztálytól függetlenül első, második, harmadik helyezett, mert gyors hátba, és a fiúknál pedig a három korosztályt figyelembe véve lesz ö, ö, városrészi győztes, aki elviszi a korosztályos első helyet. A díjazások nem azt mondom, hogy nagyértékűek, de tehát a naptól nem kell félni, meg a, a, a nem kell félni, mert a, a személy jövedelem adó törvény szerint nem fogja befolyásolni az, a díj értéke a jövedelemadózását az illetőnek, de inkább ilyen szimbolikus jelleggel uszoda belépőket, belépőket, meg ilyen repi ajándékokat oszt kapnak a látogatók. De mindezt összekötöttük az egészséges város alapítvány egészségnapjával és reggel 9-től délután egyik már lesznek szűrők, ilyen szűrések. Tehát vér, tüdő, EKG, imbadi, tehát különböző típusú szűrések. Sőt, a, fő, a rendőrkapitányság is hozzánk csatlakozott, ott azok pedig ilyen úgynevezett poliszkafét hoznak létre, ahol a drogmegelőzés, meg a... Bűnmegelőzésről tartanak ilyen kis bemutatókat, szórólat, meg ehhez hasonló dolgokat. Lesz egy smoothie bár, az a smoothie, ez gyümölcsből készült ilyen ital, energi, nem energia, vitaminital, olyanokat fogott valaki árulni, még nem tudom ki, de biztos finom lesz. Már tudjuk, hogy ki csak hát nem csinál neki reklámot. Tehát ez smoothie bár lesz, a bowling és a biliárdot a diazás ellenében lehet használni vagy hát az természetes, hogy a versenyzők, a nem természetes, de kötelező a versenyzőknek a szűrés. Tehát addig, amíg a, a, oda jön valaki nézőként, és ha akar, akkor megnézheti a tüdejét, vagy a vérnyomását, vagy a koleszterinjét, vagy mit tudom, amíg vannak ilyen szűrések, addig a versenyzőknek ez kötelező. Tehát csak az indulat el a versenyen, aki az EKG-n, a, a, hívják, a vércukron, meg a vérnyomáson, mert tudom én, ez szokásos, ilyen egyszerű, protokáli szűréseken sikeresen vizsgázik, na akkor léphet be a medencébe. A nézők, a karzaton keresztül a látóra tudnak bemenni, ingyenes mindenkinek a belépés, tehát hol a kamera, szentendrei lakosok, tessék jönni az üszodába, mert ingyen be lehet jönni, körbenézni, hogy hol lehet hétköznap egy kis pénzért uszikálni. Tehát eléggé jól megszervezett kis program lesz. Azt még nem mondtam, hogy az eredményhirdetés előtt, Ugye már közte lesz szinkronúszó bemutató, de az eredmény hirdetés előtt még lesz egy vízi labda bemutató is. Ezek a fiatal gyerekek, akik nálunk enzenek, kicsit dombálják a labdát. És a női úszás, meg a csapatverseny mellett a harmadik díjazás. A góllövő verseny lesz, tehát beállítjuk a vízilabda kaput, és majd ott a vízilabda szakértőkkel megállapítjuk, hogy milyen messziről kell dobni, és az egyik csapat, tehát minden csapat minden egyes tagja dob a kapura, és a másik csapat, majd kisorsoljuk valahogy, és a másik csapat minden egyes tagja köteles védeni egy-egy lövést, és akkor meglátjuk, hogy ki tud több gólt dobni az ellenfél kapusának, és akkor az is fog kapni valami kis ajándékot de meg lesz a Szentendre legjobb amatőr vízilabda gollövője. Akkor igazán tartalmas napnak néznek elébe. Igen. Én, én nagyon szépen köszönöm dr. Juhász Lászlónak, a V8 ügyvezető igazgatójának ezt a beszélgetést, és akkor sok sikert kívánok ehhez az egészségnaphoz, illetve az elkövetkezendő tervekhez is. Nagyon szépen köszönjük, és tényleg azon vagyunk, hogy az egyesületek, a lakosság és az, usz, az iskolák, akik az úszás oktatásban részt vesznek, egy meglehetősen komfortos, helyen és egy jól szervezett körülmények között tudják eltölteni az idejüket. És ezt a vény az biztosítja is. Á, igyekszünk. Igyekszünk. Nagyon, nagyon azon vagyunk, de az ezt látni kell, hogy aki nem dolgozik, csak azt hibáztat, aki dolgozik. Így van. Tehát vannak kisebb biztos lesznek is kisebb hibáink, de olyan nincs, hogy a hibát azonnal ne javítanánk ki, és akkor az már a következő lát vendégnek, vagy úszónak, az már nem lesz hiba, mert azonnal kijavítottuk. Így van. Köszönöm szépen. Én még köszönöm ettől. szépen, hogy itt lehettem, és szívesen látjuk önöket a v is. A nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!